Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Térségi összefogás az innovációért vonzóvá és gazdaságilag fejletté kívánják tenni Tolna megyét. Új közterület Tolnán, Altaripa Park lett a Dunaholtág melletti felújított terület. Nemzetiségek napja, Dombóváron együtt ünnepeltek. Jótékonykodás, 900 közalkalmazott gyűjtötte az adományokat a Caritasnak. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Új tudományos eredményekhez, pályázati lehetőségekhez, szakmai projektekhez és ezáltal jelentős forráshoz juthatnak majd hozzá a jövőben a térségbeli vállalkozások, intézmények, civil szervezetek. Az erről és az új kutatószolgáltató központok megalapításáról szóló együttműködési megállapodást most írta alá Ács Rezső, Szekszárd polgármestere, Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke és Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karának dékánja. Tapasztalataink úgy azt mutatják, hogy falvaink előregednek, a tetterős IQ-val rendelkező komoly teljesítményre képes fiatalok nagyjából mennek ezekből a településekből. Az elvándorlást, a falvak kihalását kívánja megakadályozni Tolna megye, méghozzá úgy, hogy együttműködik a jövőben a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karával és Szekszárd önkormányzatával. Az erről szóló megállapodást írták alá a felek a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karán. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere történelmi jelentőségűnek nevezte a térségi összefogást. Jelentős mértékben tud nőni a város megtartó ereje, a fiatalok számára megfelelő alternatívát tudunk nyújtani, megfelelő jövőképet tudunk biztosítani, hiszen a szakképzés területén már elindult egy munka a városban, mert szeretnénk most tovább vinni a felsőoktatást tekintetében, és ami mindig is hiányzott Tolna megyéből, és mindig is hiányzott Szekszárdból egy kicsit, ez a maga az innováció. Tudjuk azt, hogy megfelelő tehetséges emberek dolgoznak itt Szekszárdon is, de ezt szeretnénk most beterelni egy rendszerbe. Új kutató és szolgáltató központokat hoznak majd létre, amiknek többek között az lesz a feladatuk, hogy gördülékenyen eljuttassák az információt a helyi vállalkozásokhoz, civil szervezetekhez, a legújabb tudományos eredményekről, pályázati lehetőségekről, szakmai projektekről, mondta Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karának dékánja. Remélem, hogy ennek eredményeként néhány éven belül jelentős forrásokhoz jut majd a térség, ezáltal nyilván a kar, az egyetem is megerősödhet, ennek a térségnek a gazdasági, társadalmi megtartó ereje, vonzereje, és hozzá tudunk ahhoz járulni, hogy Tolna megye valóban élen járjon a tudás alapú, tudásintenzív gazdaság megteremtésében. Az együttműködés részeként új műszaki szakokat is indítanak a karon, amikkel a helyi vállalkozások jövőbeli igényeit és a paksi atomerőmű bővítéséhez szükséges munkaerő igényt is ki tudják majd elégíteni. Ezen túl a szőlészet borászat terén is megerősítik az egyetemi kart, amitől azt remélik, hogy a szekszárdi borvidék jelentősebb szerepet tölt be az országban és a régióban is. Új közterülettel bővült Tolna, mostantól Altaripa Parknak hívják a Dunai Holták közvetlen szomszédságában kialakított több funkciós, 3,5 hektáros területet. A nemrégen átadott park kialakítására 260 millió forintot költött a helyi önkormányzat. A pénzből mások mellett Tolna egykori hajós településére emlékeztető játszóteret, fitnessparkot, szabadtéri színpadot is kialakítottak. A két helyrezi számon elhelyezkedő, mintegy 3,5 hektáros terület a jövőben az Altaripa szabadidőpark elnevezést fogja viselni. Bizonyára minden tolnai tudja, de a környékbeli települések lakosa is valószínű tisztában vannak vele. Ez egy ókora név elnevezés Tolnának. Az ókorban, római korban volt Altaripa a megnevezése, ami magyarra fordítva gyakorlatilag magas partot jelent. Tovább bővül Bátaszékváros vagyona, miután a képviselőtestület decemberi ülésén úgy döntött, megvásárolja a város egyik legrégebbi épületét, a helyiek által TSZ irodának hívott egykori számvevőszéki irodát. Az épületben jelenleg is működnek kiállító termek, és a tervek szerint további közösségi hasznosításra szánja a város az épületet. Ezzel, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülhet, megnyílik a lehetőség arra, hogy adott esetben
ezeket a kiállított tereket növeljük, de alapvetően a képviselőtestület azt a döntést hozta, hogy 19-ben végig gondoljuk, hogy ennek az épületnek valójában milyen funkciót is szeretnénk hosszú távon biztosítani, és hát nagy valószínűséggel 19 év végén az újonnan felálló képviselőtestület hozza meg majd a végleges döntést. Csökkenti a MOL 2 forinttal a gázolaj literenkénti árát pénteken, a 95-ös benzin ára nem változik. A mérsékléssel a gázolaj átlagára 391 forint lesz literenként, a benziné marad 351 forint, de persze ettől az egyes kutak árai jelentősen eltérhetnek. Német, roma, örmény és horvát nemzetiségek képviselői, illetve tagjai ünnepeltek együtt Dombóváron. A Tolna megyei településen a kisebbségek napja alkalmából rendeztek adventi gálaműsort. Az eseményen elhangzott, fontos, hogy minél közelebbről megismerkedjenek egymással a kisebbségek. Zenével köszöntötték a résztvevőket a nemzetiségek adventi gálaműsorán Dombóváron. Az Apáczai Csere János szakközépiskolába a német, a roma, az örmény és a horvát nemzetiségek képviselői és tagjai érkeztek. Díszvendégként vett részt az ünnepségen Drágó Horvát. Horvátország pécsi főkonzulja köszöntőiben elmondta, fontos, hogy egy ilyen rendezvényen is közelebb kerüljenek egymáshoz a különböző nemzetiségek. Horvátországban is kiemelkedő ünnep az adventi időszak. Mivel az ünnepkör nálunk fontos hagyomány, nagyon örülök annak, hogy ezt a rendezvényt a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezi itt Magyarországon. Megtiszteltetés és öröm számomra, hogy ezen a gyönyörű eseményen itt lehetek. Még soha nem volt ilyen fontos az összetartás, az egyirányú gondolkodás, mint jelen esetben. Ezt már Fehérvári Tamás mondta beszédében, utalva a kettős ünnepnapra, hiszen a kisebbségek napja alkalmából rendezték meg a karácsonyváró eseményt. A Tolna megyei önkormányzat elnöke kiemelte, Magyarország számára nagyon fontosak a kisebbségek. Magyarország is nagyon sokat küzd külföldön a magyar nemzetiségért, tehát az azt jelenti, hogy szeretnénk egy olyan Európát, ahol mindenki megtalálja a maga lehetőségeit, mindenki együtt tud élni anyaországbélivel, idegenbe szakadtal és a többi. Tehát tulajdonképpen egy nagyon-nagyon fontos feladat ez. A gálán elhangzott, fontos, hogy két ilyen meghatározó ünnepet együtt töltsenek a nemzetiségek tagjai. Cél, hogy minél közelebbről megismerkedjenek egymással a kisebbségiek. Kiosztották a Szekszárd büszkesége 2018 díjat a sport, művészeti vagy tudományos területen kimagasló teljesítményt nyújtó helyi tehetségeknek. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere a díjátadón azt mondta, a kiemelkedőt nyújtó szekszárdiak öregbítik a város hírnevét, így Szekszárdot az ország több pontján is megismerik, nevét összekötik majd a teljesítménnyel és a minőséggel. Ennél jobb reklám nem is kell, fogalmazott a városvezető. Idén ezt a címet 108 sportoló, 16 csapat 335 fővel, 22 sportegyesületi elnök és 31 felkészítő kapta meg. Elsősorban azokat díjazták, akik országos megmérettetésen dobogós, illetve nemzetközi vagy világversenyen első 6 helyezést értek el, illetve a minősítő versenyeken aranyminősítésben részesültek. Nőnek idén a karácsonyi ünnepekre szánt kiadások. Egy kutatás szerint a tavainál 4000 forinttal többet, átlagosan csaknem 47000 forintot költenek a magyar háztartások. A költségeket a válaszadók 80%-a az aktuális havi jövedelméből fedezi. Az ajándékozás nem fért fel a legfontosabb karácsonyi hozzávalók dobogójára. A megkérdezettek 81%-a a családi együttlétet tartja a legfontosabbnak, 60%-a karácsonyfa felállítását és 44%-a fehér karácsonyt. Csak utánuk jön 31%-kal az ajándékozás. A hitel szerepe csekély az ünnepi kiadások finanszírozásában. A tavalyi felmérés eredményéhez hasonlóan most is csak 5% azok aránya, akik kölcsönt vesznek fel erre a célra. Tolna megyében 900 közalkalmazott gyűjtött adományokat, hogy szebbé tegyék a rászoruló családok karácsonyát. A szekszárdi járási hivatal által gyűjtött ajándékcsomagokat a Szent Erzsébet Caritas alapítványnak ajánlották fel. A szekszárdi szervezetet évente 3000-en keresik fel, különösen évvégén nő meg a hozzájuk fordulók száma. Szaloncukrot, játékokat, tisztálkodási szereket, mesekönyveket, ruhákat tartalmaznak azok az ajándékcsomagok, amiket a szekszárdi járási hivatal közel 400 dolgozója gyűjtött össze karácsonyra rászorulóknak. Ahogy az elmúlt években, úgy idén is a Szent Erzsébet Caritas alapítványnak ajánlották fel az ajándékokat.
Az alapítvány elnöke azt mondja, több ezer rászoruló fordul hozzájuk segítségért évente, az ünnepek közelettében az édességeknek és a tartós élelmiszernek örülnek a leginkább. Az idén már több mint 2000 ügyfél megjelent, különböző adományokért, hórruhákért, cipőért, egyebekért, bútorokat közvetítünk ki, gyógyszert váltunk ki, mikor, mire van szükség, és élelmiszercsomagot rendszeresen osztunk, tartós élelmiszert, és így karácsony táján körülbelül a duplája jelenik meg, mint amúgy havonta. Úgyhogy most ilyen 280-300 főt várunk legalább. Ez már a sokadik alkalom, hogy a kormányhivatal dolgozói így jótékonykodnak. Melléjük állt idén a Vajda Papír ZRT is, és több általuk gyártott terméket ajánlottak fel adományként. Így adventáján egy hagyományt folytatunk. Részben ez a kormányhivatali hagyomány, egyéb iránt pedig keresztény világban már évezredes hagyomány az, hogy a jómódú embereknek nem csak lehetősége, hanem kötelessége is támogatni a rászoruló embereket. Azt gondolom, hogy ezt a szellemiséget magáévá tette az egész kormányhivatal. Tolna megyében működő 5 járási hivatal 900 dolgozója gyűjtött adományokat idén, amiket rászorulókat segítő civil szervezetekhez juttatnak el. Gyerekkoncerttel és szaloncukorral lepett meg több mint 2000 kisiskolás Szekszárd polgármestere és alpolgármestere a város kulturális központjában. A helyi általános iskolákból érkező gyerekek egymást váltva a nap során összesen 4 koncertet hallgathattak meg. Ács Rezső Szekszárd polgármestere azt mondta, az önkormányzatnak fontos, hogy egész évben legyenek a városban a családoknak és a gyerekeknek szóló programok. Helyi és kárpátaljai nehéz sorsú családoknak gyűjtenek adományokat Dombóváron. Az akciót immár 4. alkalommal rendezi 5 szervezet. Idén először az adakozókat is megajándékozták. Meleg teával, palacsintával és utcazenével készültek az önkéntesek. Utcazenével, palacsintával és meleg teával várták az adományozókat Dombóváron. Az ajándékok gyűjtését idén 4. alkalommal szervezték a Tolna megyei településen. Idén először az adakozókat is megvendégelték. Nehéz sorsú családoknak gyűjtenek a szervező egyesületek. Rengeteg csokoládét gyűjtöttünk. A hétvégén volt egy székely rendezvény Dombóváron, és a belépő csokoládé volt, és hihetetlen mi mennyiségű csokoládé összegyűlt. Úgyhogy ezeket is gyűjtjük, és akkor jövő héten Kárpátaljára el fogja vinni a nagykonyi polgármester Pusztai László, és a többi pedig a helyi Karitas fogja megkapni, és ők fogják kiosztani azoknak, akiknek igazából szükségük van ezekre az adományokra. A felajánlásokat az elmúlt héten is várták a szervezők, de az elkövetkező napokban is adakozhatnak a dombóváriak. A gyűjtést 5 szervezet tervezi a kezdetektől, többek között a Dombóvári Székelykör, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a Fidesz helyi csoportja is. Tóth Zoltán elnökségi tag kiemelte, ennek ellenére ez nem egy politikai rendezvény. Nincsenek molinók, nincsenek jelképek. Itt tényleg arról van szó, hogy ha tudunk, akkor segítsünk. Maga a palacsinta készítést is önkéntesek csinálják. Többen beállnak, többen felajánlották, hogy szívesen segítenének. Semmilyenféle állami vagy egyéb támogatásunk nincs, minden egyéni felajánlásból zajlik. Az akció keretében minden évben a nehéz sorsú gyerekeknek és felnőtteknek adakoznak. A Dombóváron összegyűlt adományokból pedig kárpátaljai családokon is segítenek a szervezők. Adventi nap a szeretet jegyében címmel rendeztek karácsonyra hangolódó estet Döbrökközön az Integrált Közösségi és Szolgáltatói Tér nagy termében. A rendezvény sztárvendége Szulák Andrea, Emerton díjas magyar énekesnő, színésznő, műsorvezető volt, aki nosztalgikus dalokat hozott a fellépésére. A régió híreivel folytatjuk. Korszerű ivóvízhálózat, 161 milliós beruházás a Baranyai Kislippón. Terápiás szoba, sérült gyerekek fejlődését segítik a Somogyvári otthonban. Pécsi diákok külföldi iskolákban, népszerű az Erasmus program az ANK-ban. 161 millió forint pályázati forrásból újult meg Kislippón az ivóvízhálózat. A baranyai településen a teljes rendszert lecserélték. A községben voltak olyan területek, ahol ezelőtt nem is volt bekötve vezetékes víz. A program keretében azonban mára mind a 280 lakos használhat tiszta vizet.
Tiszta víz folyik a csapból Kislippón. A Baranyai településen a napokban zárult az a projekt, melynek keretében az ivóvízhálózatot korszerűsítették. A záró rendezvényen Fürdős Zoltán polgármester elmondta, a 280 fős községnek már nagy szüksége volt a rendszer fejlesztésére. Ez a TOP pályázaton keretén belül az ivóvízminőség javító program keretében valósult meg, 161 millió forint bekerülési költséggel, és ami nagyon lényeges, az önkormányzatnak nem kellett önerőt biztosítani hozzá. A kivitelező cég képviselői hangsúlyozták, bakteriológiailag és kémiailag is megfelelő az ivóvíz minősége. Az eseményen elhangzott, a projekt eredetileg május 11-éig él, a munkálatokat azonban már most közel fél évvel hamarabb befejezték. Durván egy év alatt megvalósult a kivitelezés. Úgy gondolom most a mai rendezvényen is elmondhatjuk azt, hogy jó minőségben a kivitelezők jó munkájával sikerült a lakóknak megfelelő minőségű ivóvizet biztosítani. A polgármester hozzátette, azoknál, akik nem szerepeltek a listában, az önkormányzat összesen mintegy 1,5-2 millió forint értékben végzett felújítási munkálatokat. A kislippóiak az új kútról kapják ezentúl a tiszta ivóvizet, a régi tartalékként funkcionál, melyet januárban felújítanak. Speciális eszközökkel felszerelt szoba segíti a halmozottan sérült gyermekek fejlődését a Somogyvári gyermekotthonban. A 4 milliós beruházást pályázati segítséggel valósította meg az intézmény. Hamarosan egy még nagyobb, 500 milliárd forintos infrastrukturális fejlesztés kezdődik a létesítményben. A Somogyvári gyermekotthon 1946 óta működik, az intézményben a sérült gyermekekkel foglalkoznak magas színvonalon. A munkát mostantól egy speciális fejlesztőterem is segíti. Intézményünkben évről évre nő a súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek száma. Ez a terápiás helység az ő fejlesztésüket szolgálja. Elsősorban a pszichikus alapfunkciók, mint a figyelem, érzékelés, észlelés fejlesztésére szolgál ez a speciális fejlesztőterem. A mintegy 4 millió forintból megvalósuló beruházást uniós forrásból, saját erőből és a Mozdulj Közhasznú Egyesület támogatásával hozták létre. A szervezet jótékonysági bájának teljes bevételét, mintegy 500 000 forintot ajánlott fel a Somogyvári gyermekotthonnak. Nagyon sok gyerek van itt, 130 gyerek tudja igénybe venni szükség szerint ezeket a fejlesztő szobákat, és hát azért a gyökerek is nagyon fontosak, hiszen somogyi származású az egész család, és az egyesületünk magját is a családunk képviseli, akkor pedig miért ne oda vigyük a segítséget, ahol érzelmi kötődés is van. Az intézményben komoly szakmai munka zajlik, ennek köszönhetően újabb pályázati forráshoz juthat a gyermekotthon. A keddi ünnepélyes átadón Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője jelentette be, hogy minden idők legnagyobb fejlesztése kezdődhet el az otthonban. Most friss hír, hogy mintegy 500 milliós infrastrukturális fejlesztése lesz lehetőség, amelyből a kastélyépületnek a fűtési rendszere, nyílászárói újulhatnak meg, tehát megújul az egész épület. Azt gondolom, nagyon régóta várunk már erre. Ezek a fejlesztések összefogás nélkül nem valósulhatnának meg, hangzott el az átadón. A fejlesztő szoba kialakítása is igazi közösségi munka eredménye, hiszen például a bútorokat is a gyermekotthon asztalosa készíthette el. A technikai dolgozók fáradozását is megköszönték a keddi ünnepségen. Több tucat diák jutott el külföldi tanulmányi utakra a pécsi Apáczai Csere János gimnáziumból az elmúlt években. Népszerűek az intézmény Erasmus programjai, mondták el az iskola pedagógusai. A fiatalok többek között Németországban, Hollandiában, Spanyolországban és Olaszországban is jártak már, de Pécsre várják a külföldi diákokat is. Saját úti videóban foglalták össze élményeiket a pécsi Apáczai Csere János gimnázium fiataljai idén februárban. Akkor a németországi Waltrobban jártak, az iskolában futó Erasmus Plus program keretében. Minden nap valami újat csináltunk, amit a végén egy nagy dologba összefűztek. Volt, hogy különböző workshopokba dolgoztunk, ez annyit tesz, hogy a különböző nemzetiségekből összeválogattak egy-egy csapatot. Kiváló angol tudás, jó felkészültség szükséges azokhoz a feladatokhoz, amiket a diákok a műhely munka során megoldanak ezeken a külföldi utakon. A workshopok fő témája a migráció. Kezdve onnan, hogy megvizsgáltuk azt, hogy a múltban milyen migrációs jelenségek voltak, a mi országainkban, Európán belül,
megvizsgáltuk a jelenlegi tendenciákat, és gondolkoztunk azon is, hogy mi lesz a jövő. A találkozókon az Apáczai Gimnázium tanulói képviselik Magyarországot, ahogy egy másik hasonló programban is, ami az iskolában indult. Angolul a címe Flipped Learning, ami azt jelenti, hogy ezeket a különböző új eszközöket hogyan tudjuk az oktatásban használni, például hogyan lehet robotokat az oktatásban használni, a különböző órákon milyen metodikákat lehet ezeknek a segítségével tenni. Ebbe kóstolt bele a 11-es Rajkai Zsófia, ő az olaszországi Veronában járt nemrég. Voltak ilyen kicsi távirányítók, és azon voltak gombok, és be kellett programozni, hogyha megnyomunk egy gombot, akkor mondjuk forogjon a kicsi robot, vagy hátrafele menjen, vagy vonalat kövessen. A tanárok elmondták, mindkét program sikeresen fut az iskolában, de évről évre igyekeznek több tanulót bevonni. A tavalyi sikeren felbuzdulva idén is megrendezte az egyetemi sütivásárt a Kaposvári Egyetem. Az intézmény munkatársai által készített finomságokból csaknem 200-an vásároltak, így több mint 145 ezer forint adomány gyűlt össze a Magyar Élelmiszerbank javára. Többek között muffint, kókusz és csoki golyót, almatortát, valamint laktózmentes édességeket is kínáltak a Kaposvári Egyetem sütivásárán. Hallgatók és oktatók egyaránt szívesen csemegésztek a finomságok közül. Én is szeretnék adományozni, valamint azért is, mert az unokaöcsémet szeretném meglepni ilyen különleges mézes kalács ajándékokkal. A Magyar Élelmiszerbank akcióján a vásárlók szívesen adakoztak, hiszen, mint mondják, fontosnak érzik, hogy legalább advent időszakában segítsenek. Jó dolog az adományozás, főleg így karácsonykor. És ugye kettő az egyben jó dolog, hogy sütit is lehetünk. És... Okay. Igen. Mit lehet tudni, hogy mit vettél? Vagy ez a kedvenced, vagy miért pont ezt választottad? Nagyon megtetszett ez a design, és jó színes és vidám. A Kaposvári Egyetem tavaly szervezte meg először az egyetemi sütivásárt. A nagy sikerre való tekintettel nem volt kérdés, hogy idén is megtartják az eseményt. El lehet mondani talán, hogy nem várt sikert hozott a történet, hiszen csaknem 180 ezer forint gyűlt össze egy nap alatt, amely én úgy tudom, hogy országos viszonylatban is az egyik legeredményesebb sütivásárnak mondható. És akkor ezt folytattuk, most már rutinosan, második alkalommal. Nagyon sok süti felajánlás van, és bízunk benne, hogy gazdára is talál. A süti vásáron csaknem 200-an vásároltak, és 145 ezer forint adomány gyűlt össze, amelyet eljuttatnak az Élelmiszerbanknak. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Térségi összefogás az innovációért vonzóvá és gazdaságilag fejletté kívánják tenni Tolna megyét. Új közterület Tolnán, Altaripa Park lett a Dunaholtág melletti felújított terület. Nemzetiségek napja, Dombóváron együtt ünnepeltek. Jótékonykodás, 900 közalkalmazott gyűjtötte az adományokat a Caritasnak. Pénteken eleinte párásság, foltokban köd valószínű, de később némi napsütésben is lehet bízni. Délután vastagodó felhőzet érkezik a térség fölé, estétől délnyugat felől terjeszkedő intenzív havazás kezdődhet. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!